A Matyi Time-ba beleérkezünk, ami azt jelenti, hogy most elkezdődik a döntő. Most ebben a pillanatban elkezdődik a döntő, számára ezt a takarás már nem kell, ugye a bannokat már leírta nekünk szépen Getro, tehát mi leszünk a Purple Side-ban, az a piros Side-ban, és jelen pillanatban tőlünk jött háromféle ban. Mundo, Sivan, Enemy, hogy jött Kassarin, Thresh és Lee Sin, ezt le is puskáztuk, meg is vagyunk, innentől kezdve lehet nézni a pikeket. Az első pik ugye maga az Enemy volt, még ugye felkiáltója Brekkit parancsal vissza lehet nézni, hogy is néz ki az Igrosnak, és hogy robotolt végig a Vajra döntőig. Még meg sem néztem például az enemy csapatát, ezért már én beírom előre mindenkinek, hogy felkiáltója Brekkit, ott a link, rá lehet nézni, hogy kíváncsi, hogy hogy kerültünk el idáig, rá lehet sasolni, és én is rá fogok most mindenképpen sasolni, hogy ugye két lehetséges csapat volt, amelyik várt, és jött a döntőbe a Vajra szemben, és ami az eredmény, az mindjárt mondom, most arrébb tolom ezt a kis tácikát itt jobbra, és akkor lepuskázzuk a döntőbe, jelen pillanat ugye akkor az A4 Area játszik a White CM Som Gaming ellen, és a rövidítésük az pedig A4 Area. Én szerintem Ariát fogok beírni, vagy Ariát, vagy nem tudom, de norvégok, tehát mi norvégokra fogjuk őket becézni, mert hát ugye nem magyarok, ezért megkapják a norvég becenevet, mi használjuk a magyarok becenevet. True Love, szívecske dugó, Master of Sheepy által érkezett dugónak, hát ennek nagyon szépen köszönjük, hogy ezt mi is megtudtuk, hogy itt van köztünk ugyanígy két darab gétarik, hát mindenképpen ez le a kalap előttetek, hogy felvállaltok a nagyvilág előtt, hogy ilyen brutális szerelmi szál érelődik köztetek, szerintem az egész community nagyon érdekelte, tehát tényleg sok sikert a továbbiakban nektek. És tehát volt egy Riven pick az Enemy-től, a norvégoktól, érkezett el a Loxigártól egy V, és egy Janna pick Gellertől, és elég valószínű, hogy ezek a pickek nem biztos, hogy ilyen sorrendben voltak meg. Lehet, hogy voltak csereberi, de ugye ezt nem láttuk már az első, a hivatalos első kelszereknek szükségük volt két helyre, tehát emlékszünk, volt ilyen régen annó probléma, csak akkor nem volt hely, nem volt lehetőség ugye spekizni utólag. Ami fájdalmasabb volt, az a kitiltás, de azóta voltunk már ugye official Go for the streamenek, aztán meg nem lettünk official Go for the streamenek, volt itt minden, de jött egy Draven és egy Zyra pick, tehát mocskosul agresszív norvég botlane van, amivel dugó hozza a profi vényét. Amit már Dórika, már nem tudom hány ember írta, hogy na ez a dugó vén, ez a chain vén dugó. Tehát ez erre nincs mese. A dugó vén, az vén dugó, és érkezik ugye az Alice jungle, és ennek válaszul úgymond, kőkemény tryhard V jungle jön, Noxigár, aminek az eredményeképpen jön még ugye az X-midre, ahol pedig Robusto ismét löbankot hozza ki, nem bízzák a véletlenül, ez már aztán Hozier, tehát semmiféle módon nincsen lehetőség arra, hogy itt ezt elbózkodjuk. Óriási szóról van szó, óriási dologról van szó, eddig, ha itt voltatok és néztétek már, pedig jó sokan voltok és néztük, brutálisan sokan. És brutálisan egyszerűen és brutálisan gyorsan néztük végig, és láttuk azt, hogy a Vajra bedarálja az összes eddigi enemiét, és konkrétan ezek után már egy kis döntőbe maradék erőnket összeszedve van esélyünk. Ugye mindenki kíváncsi a keretre. Töltünk be elvileg a játékba, bár nagyon sok gondolkozik a játék, most is forog a karikám, de töltünk be, tehát innentől kezdve műszaki, technikai problémák nem lehet. Tehát nem maradunk le semmiről, és ugye a Vajra tökéletesen a piros színekben jobb oldalt van, át is van szépen irkával, meg lehet nézni szépen, hogy kinek milyen kerete van. Azért van ott szép, hogy jó nagy, négy challengeres keret, mindenképp elgondolkodható, hogy fognak-e fájni, vagy nem. Közben ugye a norvégokat mindenképpen átírom ugye a másik csapat nevére, ő például az A4 Area, tehát még talán ki is fér a nevük, hogy legyen mindenkinek patent, így ilyen jó fej is vagyok, hogy ebben ne legyen. Még a for is kifér. Még azt is ki tudom írni, hát akkor nincs ebből probléma. Négyni. Tessék. És aztán így szerintem még a norvégok is büszkék lesznek arra, hogy milyen szépen kiírtam, és sikerült ugye nyelvtanból levizsgáznom egy kettesre. No, loading in. A kis karácsonyi hangulat az maradjon meg, mindenki megnézte a kereteket, mindenki megnézte magának azt, amire szüksége van. Látjuk ugye, mennek a linkek Norvától, és hogy van egy másik stream, és ugye ugyanerről a meccsről, külföldi kaszterekkel, tehát aki nem akar engem hallgatni, az kattoljon át, ugyanezt a meccset fogja látni. Tehát ott a link, rá lehet kattintani, mi nem titkolunk el semmit, nem baszakodunk lájkokon meg ilyen szarokon, már bocsánat, ez néha felidegesít, de arra kat rá, ha akartok külföldi streamereket hallgatni, de ugyanerről a meccsről. Itt a meccs a lényeg, nem pedig az, hogy milyen szinkron hatás érkezik igazából a fületekbe. Azt kell nézni, amit látod a képernyőn, mert ez a 171-dik, ugye? Majdnem, hogy elfelejtem mindig, és 179-et akarok mondani, nem tudom miért, pedig az már jövőre lesz. De 171-dik Go for All-on magyar csapat a döntőben, és hát a Vajra színeket felöltve. Loxigár, Geller, Dugó, Getro, Robustoka. Nagy szavak ezek, de mindenképpen szerintem ez így van.
történelmet fogunk írni, hogyha ez tényleg sikerül tisztességesen befejezni. De még hogyha másik hely is lesz, akkor is nekünk ez egy brutális erőlépés. Közben váltok egy gyors képet, még mielőtt problém lenne, összehúzigálom a játékosokat, ahova szükséges, ilyen Riven jelen pillanatban topon lesz, találkozik vele szépen egy Renekton Getro személyében. Robostokkal mindenféle játszik a Lodbankkal, és vele szemben lesz igazából egy Ziggs, Alice Jungle, V Jungle, Draven AD Carry, Vayne AD Carry, Janna Support és Zyra Support. És már láttuk Noriokat befutni a bokorba, tehát már meglepetésszerűen nem fognak invédelni. Renekton kapta az első Q-t Draventől, vagy Draventől, vagy Draventől, vagy Dravenító, teljesen mindegyító. És ugye vissza kell így húzódnunk a tornasort, nem sikerült felállítani. Ziggs, aki le van maradva, és Janna most látja, hogy érkeznek, Ward nincs kirakva a bokorba, azt mindenképpen kell majd pótolni, vagy brutálisan fájtolnunk. Ez a két variáció majd, pedig Loxigar búcsúzott a kékétől, de igazából ki is vonul a norvég csapat, ezt V látta is Loxigar szemében, és ennyi is volt az invét konkrétan, nem kellett már félni, mehetünk is vissza a helyünkre, tornasort újra felállítjuk, benézett a norvég csapat a junglingbe, de megy mindenki vissza a helyére, és így nincs first blood, nincs invét, nincs 1v1, nincs semmi, nincs halott, nincs semmi, nincs hiba, nincs flash, semmi nincsen, minden megy tovább, egy kis ilyen elpénis méregetés volt a két csapat között, hogy na, mi aztán merünk kimédelni, ti meg mentek össze-vissza, mint kólyafos a leveg. Tehát ettől függetlenül nincsen semmiféle probléma, jön vissza először saját pirosára, a botlénye ilyen foghíjas, hogy érkezik egyre csak Zyra személyében, Draven kicsit le van maradva, akkor a pirosnál akkor a pult nem fog kapni Alice, mint kaphatna, úgyhogy Draven ilyen sebességgel jön visszafele, mert 5 másodperc van az éled, hát 1-2 hittel talán kevesebb fog belemenni Draventől. Ettől függetlenül ez nem egy túl nagy előny, ami nekünk, és nem is késik el pont megint időben. Tehát mindenki nyugodtan a saját jungle-ében kezdi, nincsen nagy különbség az elején, nincsen nagy variáció, nincsen nagy probléma. Hát nézzük. Adok, kapok, alig merünk farmolni, alig mer a Riven is farmolni, bár... Hát nem tudom. Azért itt most van egy kis csing-csing a fülünkben, ilyesmi, de az csak egy dolog, hogy mit lehet nyerni. Itt tényleg a presztízs. Az csinos lenne. Reláltam kicsit megtolt a lényét. Riven már 2 darab lászíret buk el így. És ugye level 2 hamarabb lesz Gatunulap, mint Rivennek, most így van, lehet kicsikét büntetni, így van, megy szépen a Burst, fél HP-n a Riven, ennek köszönhetően még továbbra sem lesz creep közelben Riven. Gatun nagyon szépen zónázza ki Rivent a saját lényéről 1v1-ben. Talán a Renekton, ami a leginkább a nevéhez írható Gatun, akkor legtöbbet játszik vele. Láttuk Jackson nagyon sokat játszott vele, de talán a Renekton, amelyik a legbiztosabban játszik. Az előző meccsen Vladimirt is maga mögé utasított, ami mindenképpen elismerés. Biztos el lehetem mondani, nem mondtam, ha most még van időnk és nem jön semmi közben, miközben Loxigar érkezik föl majd topra Alice-szel együtt, nem lesz időm elmondani, majd valaki más elmondja, hogy miért a csapat felállás, és Alice-szel fenn van toppon. Mi pedig érkezik midre. Van egy önrőszép varnunk, aminek köszönöm, Alice nem jött meglepetésképpen, botni nem megy az adokkapok közben, valami oda akar leváltani a kamera, nem tudom, hogy miért. Kapja a Q-t, ugyanúgy dugó. Nem tudom, miért Q-t akarok mondani, pedig egyszerűen Q. Na mindegy, és Loxigar ül a bokorban. Nincs rá Vision, ment a ping a Wardra, de nem volt ott enemy Ward, tehát Ziggs nem tudhatja, hogy Loxigar itt ül, és valószínűleg ezért ilyen türelmes Loxi. Ilyen, egy rakat creep van, Loxigar most jön be, Ziggs-en rajta, Silence, nagyon szép, lefogás, ott a főzben, van még egy flash az Ziggs-nek, nagyon szép, az Ignite el fogja vinni, kimegy a flash, egy autót a globus, egy, megvan, ott a főzben, elhoztuk 500 gold a Vine-nál. Így van gyerekek, így kell csinálni, így tovább, és nincs megállás, jó a lökés dugótól, és közben jó a damage Ravenet, autóra Becky Janától, abszolút jó a damage, jó a csere, és a potik most csattantak már az előbb el, és így Draven nem fog tudni túl sok HP-ra följönni, mert a trade jelen pillanatban nekünk kedvez. Megy fönt, adok kapok, ugyanúgy 24-18, pedig jó. Eddig nagyon jó, tehát gyorsan akkor most el tudom mondani, mix csapatként jöttek, mert ugyanis a Wide nem értene a fullos csapatában, és egy ilyen összemixelt Wide, Backrip, mit tudom én, mindenféle csapatból, Defectionből is jött ugye Geller, meg nem tudom, hogy mindenféle, egy haveri társaság állt össze, de mindegyiknek óriási múltja van összes játékosnak, és egész jól duruzsolnak együtt. Tehát nincsen semmiféle official felállás erre, vagy bármi ilyesmi, közben Alice meg jött a ninjára, amiről a tudomásunk sajnos nincsen. És ez meglepetés lehet már, pedig dugóik most érzik az erőt, kicsikét abban, hogy a fightból jól tudnak kijönni, ha Janna ki is hajszolja, Alice most megy onnan el, nem, Alice még visszajön.
kell tudom megeszközni a Toron damage-et. Kicsikét farmon rosszabbul állunk. Ugye ez mindenképpen fájdalmas, hogy maga V-nek is. Aja, és most sem még elész kiment a flash, egyből Gellert, hogy nem tökölt, csak a betalál kükün. Most sem baj van, Janna jön rá a flash Draventől, és Dugó nem tud mit csinálni közben. 1-1. 1-1, 100 golddal el is megy így ennek köszönhetően az enemy csapat. Szóval most jönnek a creepek V-nek toronyánál, és lehet visszafarmogatni szépen magát. A jelen pillanatban 10 creeper el is szaladt, Loxiák ez a bőlt fönt, tehát oppan a bokorban. Nem látták azt, hogy jön, viszont Sped megy haza a Riven szemében Orvioktól. 1-1. És akkor be a torony alá. Be a torony alá. Getronon nagyon csinos a napszemüveggel, nagyon patent, menjünk inkább haza most már shoppingolni. Akkor nem megyünk haza. Rim is haza akar menni, nem megy sehova. 3-et HP fölött van, most már nem is nagyon szükséges neki. De hazamegy. Megtudta még kellő a lényét, Renekton nem látta az előbb, ő is visszatolja. Rimenek és azért nem kéne hazamenni, de hazamegy, nem is megy haza, így van, inkább kimarad, ha látta Renekton semmit haza, neki is ki kell maradnia. És így Space-nek mindenképpen előnye van, hogy ő uralja azt, hogy kinek, mikor, hogy kéne hazamenni, mert ha ő megtudta, hogy hazamegy, akkor na, Riven is megy haza, de nem. Dugóra megy ki, kicsikét a fókusz, jó az ellökés, nincs manája Dugónak, Draven pedig fut. 39-37, Dugója vár a botnénen, semmi manája nincsen, haza kell mennie, a Ninja Gang az konkrétan sajnos sikerült, és Draven Flash-nek köszönhetően ő is fejezte be. Viszont a következő kis időben, ha Loxigár jókor jó ütemben érkezik botra, már pedig most is bot körül sajtol, akkor ugye tud egy Draven-re jó pofa ganket tolni, aminek köszönhetően Draven lehet büntetni. Robosod ugri be a lényre közben, Zix-re kimegy szépen, a rút végig megy, megjött Loxigár is, Zix még éppen kiúrik, nem megy utána már senki, viszont ugye Zix-nek a Flash az előbb is már abszolút offline-ba volt, mikor még utánaugrottak, akkor ment ki konkrétan, és pelete van a fent, kicsikét mákos volt az, az ugrása, hát ez van. Az X eljött, hiszen még ugye a farmolás az ultiból jön ki, Getro Riven ugyanúgy bullizik tovább, Riven sem volt még otthon, Getro sem volt még otthon, most már valaki haza fog menni, és a másik fogja követni, és Getro, hogyha a bokorban elkezd bekelni, akkor topasok is haza fognak menni. Nem. Getro nem megy haza, inkább csúszik ki, aztán már kiment. Olyan nagy damage-et nem tud ki a Rimenre, viszont még jelen pillanatban Getronek volt egy potia, amit most tolt el. Ugye látjuk jól, szépen csattog, csetteg, megy szép, már Rimenre, már potia már ugye nincsen. Tehát ez tény. Ezek botlénen itt, ami van, piros körül, Jézus Úristen, Loxigár és Robustok jön együtt, most jöttek össze, kiment a V-ulti, Alice még pont felugrik, és kiürik a gólemre, nagyon szép volt Alice-től, és Loxigár úgy maradt abszolút, és közben ugranak rá Dugótól, a szépbefedés torony alatt, Dariusra, Draven-re, bocsánat, az előbb, ugye jól mondtam, láttuk is, hogy Draven Flash-e kiment arra, hogy befejeztesse szépen Janát, ennek köszönhetően őnek egy jó darabig nem volt lehetőség arra, hogy bármi nemű genkre, bármi nemű támadásra ő reagálni tudjon egy flash-sel kifele menekülni, mert elment a flash-sel a kill-re. Persze neki is megérte, de ilyenkor ugye jó darabig, még most is érkezik majd rá egy genk, mi a következő jó másfél, majdnem 2 percben, de inkább másfél percben van lehetőség a Draven-t büntetni. Szép volt Dugótól, és ugye egy assist formájában kapta csak meg, mert Robusnak bocsánat, mert ugye Janának még kiment szépen rá az Ignite, hogy látjuk a cooldownok alapján is, és láthatok is toronyanat, hogy az is kattog rajta szépen. A Dugó autót, aki nélkül nem halt volna meg a Janna Ignite-ban, az révete mindenképpen szép volt Dugótól. 64-79, top még nem ment haza. Topping nem ment haza, és Getronak van kint jelen pillanatban bármi nem vizsenje. Nagyon szép a Dimash Dravenre, alig lehet most lökni, Zyrat is mellé megy, Dugó be tudja fejezni, és Zyrat, hogyha el tudjuk hozni, nem fogjuk el, hogy az Ignite túl sok lesz, autózok meg, jó, Barry elkezdett Dugót, a Jézusom, mit csinál Dugó? Mit csinál Dugó? Hát ott a double kill, és Jana megmenti, és nem hal meg! Hát Jézusom, 4-1 a Wildevár a botlénen, hát atya úristen, ez a Getron is lefagyott, hát mit csinál a Dugó? Hát nem normális ez a gyerek. Hát a másodikat látom, amikor teljesen szénnégek rajta, teljesen, hát brutális. 10 creep hátrányban, egy Draven-nel szemben kikerülünk, kiugorja az árarútot, hát eszméletlen. Eszméletlen és 2-0. És double kill-be hozzá el Dugó, hát hihetetlen. Nagyon szép játék a Dugótól, és tele vagyunk goldal haza, és mentünk bevásároltunk. Szélvű közben az X-re ment ki, az X-ékhez jött még közben egy
egy jungleből ugye elisz genkelni, Loxigel még ott körbe sasol, megnézi mit lehet, mi az, ami marad porszívózni. Hát ilyen egyedül vagyok, jön majd Getro barátom, és felen együtt majd büntetünk. Ugye Loxigelnek jelen pillanatban ultia mindjárt lesz, pár másodperc lesz, és most van ultia, lehet menni, az ulti kicsikét bugosra jött ki, nem baj, nem tud hova menni, elisz visszaúrít még közben, Robusta befejezi, Robust is befejezik szépen, ettől végül előtt is megvan, Renekton flash-el közben be, egy stunner ére. Kicsikét erősek tartom, de ultia még lehet tovább menni, kimen az Ignite. A poti megmenti! Hát nem hiszem el! A poti megmenti Ziggs-et! Nem tudunk visszatekerni srácok, mert nincs rá elég idő, mert pörönnek az események, ezért mondom, hogy YouTube-on minden meccset újra és újra vissza lehet nézni. Erről Tómer gondosolni, mert nagyon szépen köszönöm neki, már most tölti föl, tehát már mennek föl a mostani meccsek, a mai meccsek. Már holnapra az összes mesélek, hogy Draven megint fordul, dugóra, kéne az ultia, még egy autót van kéne, és nem, kifesse Draven, ettől függetlenül megint egy csomó ideig, nincs Draven flash. És dugó büntet a lényen, le van marad a farma, ettől függetlenül 2-0-as, és megint egy final megy haza a Draven. Nem tud ott maradni, és megy megint vissza. Iszok egy kortyorit, nem probléma, mert hát én is lefagytam, mint Getro föntoppon. Láttok, hogy itt dugó, dámű, ki Getro, pff, megáll. Te! Hogy csináltad, dugó? a 100 creeper szemben top lane-en, 40 a 49-el szemben mindenütt. Egyedül bot és miden... Bot és miden van egy kicsiki elmaradásunk farmban, viszont killben nem. Tehát körülbelül forma-forma, amit mi ugye killben behozunk, és Draven pedig, és illetve Ziggs farmban hoz vissza. De ugye tudjuk jó, hogy maga a killek, a misztelt last hitek nem érnek annyi XP-t, mint ugye a killek. Tehát jelen pillanatban végülis jobb nekünk, de annyira nincsenek lemaradva a norvégok, de annyira nem elbízni, viszont érkezik Loxigel, sajnos átgyalogolt egy Vardon, hiába neki jobb a fa ultia, hiába tudna jól bulizni, dive-olni nem fognak, hiszen az, hogy Loxigel itt van, azt látják. Loxigel, drágám, átmentél egy Vardon, megy ki a, hát valamennyire egy kisebb, elég érdekes skill volt az közben, amikor ugrott vissza a Robus még a passzi, a duplagének köszönhetően. Jannal, aki kihozza az engage-et, és dugó, na, jó lök is dugótól, Loxigel, aki kicsit hátrébb ment, nem akarra folytatni. A lökésre lehetett volna, ájj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 j
Hát azért én ilyenekbe beszoktam állni, mint beszoktam fejelni, mint valami barom a vödröt, mikor be van rúgva. És szép volt, szépes volt Gellert, és igazából így egy kill-től fosztottam meg Dravent, és még kinéz tud maradni a lénen dugóval együtt. Loxigál pedig elmegy egészen Drake-ig vissza, és érkezik Elisemre, nincsen visionünk, dugó most fogja meglátni, akkor mehetünk haza. Láttad? Én is láttam, menjünk haza, menjünk haza. Így van, Geller már toronyadat, bekerül szépen haza, Loxigál nézi azt, hogy Elis mit csinál, még dragon körül, semmi. Mindenki vissza a helyére. Erre tud Draven és Zyra most egy kicsi lén tolni, dugó még itt maradt farmolni valamennyire, abszolút jogosan, és Geller sem ment így haza. Nem kapott Gellert, és Elis, aki találkozik most Loxigálra a saját jungle-ében. Loxigál azt mondja, jön ki onnan a jungle-ben, nem kell neki ott maradni tovább, nincsen semmiféle probléma. Közben a relatorom a belet újítva a Sunfire kép, ilyen pedig építi a hidráját. Hát épül itt szépen minden. Kicsikét rosszul áll a tornyunk, botlénem. De ez én mindig úgy mondom, hogy mindig számot, nem túl nagy számot, tehát nem olyan túl nagy probléma, mint amely korának néz ki. Mert dugon azért rajta van a kis icin-picin feed, délre van két halál, és azért lehet, hogy fogad még a dugó, az nekünk fájni. Muszáj dugónak hajszolni, jó a flash-e, muszáj a flash-e, mondottak az Apple a baj, hogyha belállunk az Zyra rootba is, és Loxigál így már nem genkelni jön, hanem el a kékér, bocsánat, és vén így valamennyire, muszáj volt neki már lőni a Draven-t, és muszáj volt valamit csinálni, mert előbb-utóbb bedölt volna a botlane tower, és Draven-nek még flash-e még mindig nincsen, megy fent, adok, kapok, ha még a számfő is ugye pluszban segít, ez tény és való, Draven hamarabb kijön a fightból, 128-134-re szemben, és Elise jön egy top gankre. Getronnak még nincsen flash-e, ultia viszont van, ha dive-olni most elkezdünk, az nagy hiba lesz. Riven kijön fightolni, Getronnak az ultia most megy ki és találkozik az Elise-szel, a kükünytől képbe kerüli szépen. Jajátunk hátra, hogy kiment a Riven, hogy el kell jönni a Getron, mert ez fájni fog. A piros sajnos szlovolja, és Riven ugrik rá még Getronra, nem érkezik meg. Zix is ötben pluszza még egy ultira, ha nagy baj lett volna, miközben kéket szedte. A Getron befejezünk, nem volt már sajnos olyan jó vision a hátsó bokor, és innen jött teljesen hátról Elise.
ez pek. Arra van a még rosszabb, hogyha még be is megyünk dive-olni közben. Tehát önmagában egészen végigfutunk a toronyig. Na, az lett volna a probléma. Mert akkor még hamarabb eltűnik Getro, de... Hát így is sajnos meghalt, de legalább a flash-en nem ment ki. A következő genken már nem lesz probléma. Először ki most le fog ülni barom fele, ha szeretne. Nem megy ő innen sehova, kérlek szépen. Miután érkezik rá a löbben ki szemből. Először még volt-e flash-e, megy rá azon a low-szigál flash is, azt az Alice be akarjuk ölni. És ha más nem, majd Robus. Dix is jön között, dobálja a kis hógolyót, senkit nem érdekel. Lent pedig megy a farm tovább, és Dugó ugyanúgy tartja ezt a 15-20 képes hátrányát Draven-nel szemben, de nem halt még meg, és nem is akar annyira meghalni. Hát, igen. A Bloodthirst-től kész Draven-en, ez tény és való, valamennyire freezerik is a lényt. Ettől függetlenül nincsen botnél a nagy probléma. Robosok ugrik be közben, az X-11, level 11-es, még pont elment az ugrása, ott a flash. Ott a flash, hiányom a 10-es a Robus, hiányom a 11-es az X, még mi büntetjük minden, ugye jó, hát a LeBan nem arról írása, ne tudna büntetni, tudod büntetni, ez tény és való, ezt lehet is látni és tapasztalni. Na, Riven most ugye ennek a... killnek köszönhetően, amit ugyan ő kapott, de nem ő érdemelt meg, hanem az Alice játéka, ettől függetlenül, hogy van egy kis szintelőnye. Nem számottevő, azt a 10 kérdést ledolgozta, amikor jön Loxigár egy gyönyörű szép dive-ra, érkezik Robus is vele kézen fogva, annak Rivennek meg kell halnia, kiviszi el, Getro viszi el, még örül is neki, Topinek ez teljesen szükséges volt, hát megjött, megjött a Wild daráló, megjött a Wild Combine fönt midről, topról, jungle-ben, mindenhonnan, és 3v1-ben puccolják el Rivent és döntik be a torrat, miközben ugye ezzel szemben elviszik ugyan a Dragon, de Goldban ugyanott vagyunk, a Tover jobb volt számunkra, viszont ha botlane-en betolják a Tover, akkor már annyira nem. És ugye ott jól tudjuk, hogy elég csekély HP-je van jelen pillanatban, de megyünk tovább toplane-en, hogy ha már botlane-en a Dragon ugye eltolták, Dugóig akarnak valamit defelni majd, de nem sok esély van erre a kis HP-t megvédeni, addig a top lane megy tovább. Loxigárral kézen fogva, és ugye a belső tornot ütjük le, és ez már nekünk jobban megéri, mint bármi más. Tehát vihetnek itt 3 dragont is, egy belső tornot döntésen nagyon sokat tud érni, főleg top lane-en. De hát reinkább ugye minden. Ezt tolják tovább, és ugyanúgy tolja tovább a Norvég csapat is, és most menjünk onnan a topról haza, beled döntve, probléma meg van oldva. Zix-szel érkezik közben egy, megint egy újabb Combine a White-tól. Loxigának ugye ultia nincsen. Zix még ki tudja burst-ét löblakra, és brutálisan belehasonlunk ebbe az X-burst-be, ami kijön Robus takára, és Getronnak kell ezt befejezni, mert Loxigának is kijön az Ignite. Attakó Loxigának! Loxigának ki kell jönni valahova, és Riven fejezi be! És Getron még mindig nem tudta megölni, hogy mossan meg, és Riven jön tovább, innen el kell mennünk, mert ez neki már nem jó. Getro, ez nekünk már hidd el, nem jó. Innen, itt, ezt lavord le, azt húzzunk a fenébe, mert nekünk ez itt tényleg nem jó. Én nem vízzel mondom, szarad már le, menjünk már el. Igaz, hogy nincs ezt, semmilyen nincs, de azért menjünk jó. Oké, okay. Ne! Ott aztán, ott a flash, nem jó. Nem jó. Befejezték Getrót, hát jó. A másik, a mi belső tornunk is bedől, és innentől kezdve a gólt át fogják venni. Így viszont már, hogy ezt is visszatottak a norvégok, már gólban ők vezetnek. De igaz, hogy 6-8 az állás, és jobban nálunk a feed, a kajáltatás, jobb a koszt, ettől függetlenül a tornyunk dőlnek szépen sorba, és a Dragon az, ami most számottevő különbséget tesz a két csapat között leginkább. És most dőlt be minden is a tornyunk, így már 3-2 a torony döntés aránya. Most kell akkor, ugye volt egy jó Riven büntetés toppon, ettől függetlenül ő már 3-1-es. Így átment ilyen vadállat, ilyen beast formátumba. ...19 percnél nincs abszolút senkinek semmilyen tudomása arról, hogy mi lesz a meccs, csak a vége. Nem lehet tudni. Abszolút, abszolút egál a meccs. Mondhatnánk itt X részre valakinek előnyt, a másikra hátrányt. Ugye most lehetne Goldról beszélni, lehetne a Kill-ről beszélni, lehetne az XP-ről, Feed-ről. Hiába beszélünk róla, mire ezt elmondanánk, körülbelül ugyanott lennénk, hogy hát körülbelül egál. És körülbelül tényleg egál a két csapat jelen pillanatban. Hiába van 2000 gold, pontosan bocsánat, 1700 gold előnye. A Norvőrnek jelen pillanatban a Vájdal szemben azért az a Hydra már azért fáj, kedves Getro, és ugye emellett már épül szépen, még talán egy Last Whisper is közben, és érkezik, hogy a Roxigar dive-olni egy Draven, Dugó befejezi szépen az Zyra-t, és be lehet fejezni, Janna eddig tankolt, ott a double ki Dugónak, és közben Robus, aki befejezi még közben Rivent is, az X-Ultim egy kis csala éppen, hogy ellép egy lépés itt, hát nem sok omulott, hát Gelen egy menekülő művész, hát elmert öcsém, tényleg valami bűvésznek, hát már másodjára jó ultit kerül ki, ultikat kerül ki, hogy hát még az Alice nem áll, még az Alice van anélkül, van Dugónak kell menekülni, a Dugónak nincsen, pontosan van flash és barrier is, még egy jó pofa,
jó pofa bétet ki tud hozni, bár ugye nincsenek itt tornyok, így van, menjünk szépen haza, elég is volt nekünk ennyi. Köszönjük szépen, 6-11, elhoztunk egy pár kilt nekünk, ez jó. Menjünk haza, pihenjünk, töltődjünk, XP-zünk, HP-zunk, vásároljunk, kávézunk a kezdőn, teljesen eddig doszt elég volt, húzzunk vissza. Köszönjük szépen. Elvileg én úgy tudom, hogy BO1, miközben rá nézek a chatre, elvileg BO1, ami azt jelenti, hogy egy meccs mindent visz. De vannak itt első kasztelek és jelen pillanatban is a gameben, még kettő is, nem is egy, sem kettő, tehát nagyon sokan vagyunk, lassan tőle, mint a maga játékosok. Tehát az köztudott tény, hogy elképzelhető, hogy ha infónk lesz, akkor az eléggé biztos info, hogyha valamelyik első kasztel beírja, ugye, hogy hát ez BO1 volt a csém, de be fogjuk persze mindenképpen tudni. Én úgy tudom, jelen pillanatban ez BO1. Tehát, ha nem, akkor addig maradunk, amíg meccs van, ez biztos, mert hogy én végig akarom nézni, hogy a White hogy játszik, bárhogy szerepel, az hódzihár. Nem tudom ki, hogy van vele, engem nem igazán érdekel, én meg akarom nézni, és ugye emellé plusz, hogy mindenki beszélünk róla, és a Dreamer emegy ki nagyon szépen Getronnak összes létező damage-e, már önmaga majdnem az Ignite-es elég lenne erre, viszont nagyon szépen Kaito a Dreamer, és mindig Kaito ott a berje, na, itt egy Loxigar, hát eddig szólt, és abban ki tudom még jönni, nem elég, így van, attól még egy Loxigar megjött. Fiam, hova szeretnél menni? Hát erre nem fogsz Kaito-gatni, egy drága látos Renekton-t. És így most ez kicsit visszahozik ezzel a toverrel, és akkor most nálunk az előny goldban, Loxigához a saját pirosát. Egyrészt letakarítja kicsiket, köszönjük szépen, legalább nem kell nekünk megcsinálni. Érkezik Robus egy szendvicsre, közben Elisre, nem inkább megy vissza, mert ugye van itt egy Zyrus X is pluszban. Loxigár mana nélkül annyira, hogy nem akar szerintem most fightolni. Hát még egy ilyen gyönyörű szép, igen, ha elhoztuk még a nagy vrétet szépen, jó az nekünk is, Loxigár most megy haza. Nem megy haza, csak menne haza, miközben Riven, aki tartja a lényt egyedül, és dugulnak azért, mert elég pofás damage-e kijön, hogyha egy kritikátokat egy belövöllöz, és Zára, aki érkezik most midről, annyira nem láttuk, hogy tehát nem volt annyira vardunk arra, hogy honnan jöhet a Vision szedik ki most szépen Elise, érkezik rá Robus, mindenki egy hangródik át botnére Loxiga, és most sem meg, az a lökés elől nagyon szép volt először a fölfeleugrása, és így Dugó nem tudta a falhoz lökni, és jelen pillanatban ugye Getro kicsikét messzebb van. Hát így most jelen pillanat 54 van Robustak a ábla a kükünbe, és így igazából ő neki kiébb kellett jönnie. Az ulti... Hát éppen az mit csinált? Hát itt belőtt valami ultit a bokorba, lehet, hogy elindult kaszálni, nem tudom, de hogy a sövét levágta, az hódzihet, de senkit nem talált, az is biztos. Nem tudom, milyen a Dragon Timer-e a Vine-nak, de az, hogy 13 másodperc a Dragon van, az hódzihet, Getro-ra ment ki kicsikét, kisebb burst. Haza akart menni Riven, de nem mentő sehol, hiszen Riven ulti jelen pillanatban nincs, és jó, de még nem, és ez Getro megy be a fightba, Loxigar jön be az ultival, abszolút Draven töröljük a pályára, Uriba Robus, és kiment a burst Rivenre, és Janna ulti is elmegy, ugyan bele arra nektől, míg a Janna ulti éppen elég arra shieldre jut, hogy ne halljon be az Ignite-ba Loxigar, és látjuk, hogy egy gyökkettővel itt van Loxigar hátul, itni, Loxigar vagyok, ez a HP nekem víga, doszt elég, és a Dragonra most van egy kicsi esélyünk, de még 2-1 csak a csere. És senki nem ment túl messze, Loxigának haza kell menni, semmi HP nincs, és nincsen smite-unk. A Dragont elkezdeni nekünk most nem lenne szabad. És nem is fő kell kezdeni, mert egyszer az most abszolút egy ilyen tökönrugás lenne a saját csapatunk részéről, mert nem lehet elkezdeni. Nincsen smite, Loxigán csak most jön vissza. Egy kis szusszanás időnk volt mindenkinek, közben Elise még mindig tólálkodik. Nekem ez a Dragon akkor is kell, gyerekek. És most el is kezdik, érkezik rá Zyra. Erre jelen pillanatban van kicsi visionünk. A Loxigar még messze, Loxigar most jön meg, fél HP és a Dragon. Az elkezd szépen regenerálódni, teljesen mindegy. Draven nem van botné, nem. Getronak ultia még nincsen, Getro beleáll az első kükünbe, így ahogy kell, BOOM! Ezt belesasoltunk, megnéztük, hogy milyen. És kijebb is másztunk ennek köszönhetően. Na, pingedik, a varlott pont nem, haj, de jó volt az, gyerekek, még mindig van rá visionünk, így van. Még mindig van rá visionünk. Vannak a kis átadana, egy kis csöpök is vannak, köszönöm, Zix nem megy haza. Robustok a fenn van toppon, és akkor most fognak baronozni, dragonozni, ugye a norvégok. Robust már szalad lefele, mint az állat, mert dragon körül megint az egész norvég csapat. Hiába vagyunk itt négyen körülötte, ember hátrány.
ember hátterben fájtól nem lenne annyira szabad, amíg a Dragon azok hátul három norvég, addig Getro megy két ember közé, és elviszi az apiket, az apiket flashek is, Getro nem szépen zónáz, Getro két carry zónáz ki, hát Getro kikerizi a népet, és River ott van semmi HP, a Getro flashek jön fájtolni, hát mit csinál a Getro? Elisz még a kérlek, hogy Loxigár, Loxigár ütre egyet, és nem hal meg, megvan Loxigár, hát 4-1 gyerekek, hát Getro kizónázott két carry, és még robust befejezés, ott az első észünk, 25 percnél, leészeljük a norvégokat, hát gyerekek vezet a vágy, hát de vígan vezetni, vígan vezet a vágy, hát torolj meg, sem vezetünk. Hát mit csinál a Getro? Hát ki ez abszolút tikét kell, azt sem tudtam mit csinálni, hát Getro bemegy, aztán szevasztok. Hát ki hova szeretni menni, mert itt senki sehova, ez egy Getro kapuadó volt öcsém. Hát senki sehova. Robust, akkor megy haza, mehetünk shoppingolni, van egy kis goldunk, azt mondja, hogy ezredes. Váltsuk be, dugó is megy haza, és dugónak jelenteném 8-0-ás a dugónk. Dugó Wayne. Dugó Trash, töröljük ugye a történelemből, nincs többé Dugó Wayne, Dugó Trash, Dugó Wayne van. Dugó level up. És az, hogy még berakjam a zárójelbe, hogy még a Dragont is elvittük, hát totális kiégés a norvég csapattól, és totális magyar siker. Ez a Robus a szűzkéket magáévá tette, és elvitte magának. És így, hogy nem megy még botra kicsikét farmolgatni. Sőt, nem, inkább megy még valamit szörcsen disztrojozni. Azt mondja, van ott egy Draven. Lehet, hogy látott a Varron, de a Draven... Na, azt mondja, hogy igen, ott a Vardunk, azt látjuk. Jön oda még szépen, Elise is, teljesen mindegy. Nem látjuk, elvitték a pirosat közös, érkezik Getro, teljesen abszolút olyan helyről, senkinek világát nem tudja, hogy hogy a csába kerül ide Renekton. Hogy a fenébe kerül, hogy Renekton áll a mögé, miközben szerem a saját pirosomat, Elise-re kimegy a burst, mint a Robust egyszer letörni Zyra-t a fájáról, Loxigár üdvös, hogy Draven felsek, menjünk a második toronyánál dive-olni, Riven-t is el tudjuk talán vinni, Dugó megy, nem áll meg, Robustnak a fejezébe, 8 turnást Dugó, és hát Robust is kitolja a damage-t, és egy ember hiány, megint leészeljük a norvég csapatot, hát mit akarunk még? Hát 8-23 a gyerekek, a 6000 golddal vezetünk. A második toronyon a dive-ol a Wild csapata, és lehet még elmegyünk baronozni, és betoljuk a Wild-nak a midjét, a rovék csapat midtoverét is betolhatjuk még ebből igazából, mert körülbelül egy jó 10 másodpercig minket zavarni, senki nem fog a torony körül. Ez Dugó már simán belövi, attack speed az van, már damage is éppen akad, készen ugye botrake, meg a Phantom is, gyönyörű szép rosszik át a Q, hát néha ilyen is előfordul. Lehet hibázni is. Na, az már sikerült. Megy az. Jó, meg kell húzni ezt a kút, jó, fel kell húzni. És jó, be kell durrantani ott falon keresztül. Az X még valameddig popátlankodik. Dobálózik. Hogy? Az igen. És elkezdi a baront. Egy gyönyörű szép counterbaront kezdi a norvég csapat, amire mindenképpen kell reagálni. Visionünk képessége van rá. Most szedik ki. Getronak haza kellett mennie, mert nem volt semmi HP, amíg ultia sincs semmije. Wayne, aki a közel van Dugó szemszögéből, nézzük azt, hogy most érkezik ide. Leghamarabb látjuk azt, hogy itt van. Nem tudunk rá mit csinálni. Loxigár érkezik, nincsen rá smite, ezt nem tudjuk elhozni. Nagyon szép counterbaront hozza a norvég csapat, ami mindenképpen azt jelenti, hogy itt most egy picikét comeback kell a norvég csapat. Jó helyzet felismerés, ez a counterbaront nagyon kevésszer látom, nagyon ritkán látom, és mocskosul jól működő dolog. Hát most nem a mi javunkra, de ettől még mindenképpen megcsinálták. Elhoztam magammal a 2 liter ásványvizet, már nincs belőle csak 3 kortyom. Jó, körülbelül tényleg, azt hiszem 4-kor kezdtük el a streamet, vagy 5 órakor kezdtük el a streamet, ugye amikor megtudtuk, hogy a Wild top 16 fele tart. Hát és idáig jutottunk a döntőig. Azt hiszem, hogy megértem ma is elkezdeni. Bárki bármiről lemaradt, ne aggódjon, icipici reklám ez, de ez is nektek van. Ott a YouTube channelünk, görgessétek le szépen itt a streamet. Be kell followolni, mert már a mai meccsek már mennek föl, és aki a munkahelyen akar, Getro pedig öli a semmit. Aki a munkahelyén, aki máshol akarra megnézni, meg tudja nézni, utólag fenn van YouTube-on. Tehát már tölti föl Tomer. Tehát ezek ilyen célt szolgálnak, nem mást. Az, hogy Facebookon lehet minket követni, hát azt meg szerintem majdnem mindenki tudja már. Jelentősebb értelmes e-sports hír oda megy ki hozzánk, ezt szerintem az elmúlt 3 év alatt tapasztalatták az emberek. Na és akkor baronnal jelen pillanatban a norvég csapat jöhet és büntethet.
annyira nem volt miket megijeszteni, az biztos Edget úr ezeket olyan mesteri pontosággal szeri össze, és Robustnak pont nem ment ki a második Dimidzse az ultiából. Hátrábbült Riven rajta, Zinát Rivent abszolút leradírozzák, 2-0-ért, Rivent is most fogják letörölni, 3-0-ért, 3-1-ért, 5-4-2, dugó még fesse, Elise fele, dugó még mindig követi, közben elmentek még Ziggs-re hátul, Jarát éppen öli Emperor Ziggs, Ziggs-ek itt van hátul, fesse most ki, ajjajjajjajj, az a Q még éppen nem talált, Elise ki most hátrémet, dugó próbálta kicsit kergetni, ettől mint ugyanúgy 3-2-ért, baronnal a norvégok fején, így is embert, több embert hoztunk el, teljesen jó, viszont fél perc múlva a Dragon van, de vagy hazamegyünk, vagy a Dragont odaadjuk az enemy csapatnak, két variációnk van. Why so tense? 5000 gold még azért mindig nekünk kedvez, jelen pillanatban is. A Janna most megy haza, Robus is lassan haza fog menni, így van. A Dragon ugye most lesz, ebben a pillanatban most lett meg. Pitty! Ott a Dragon, igaz, hogy nem látjuk. Na jó, nézzük meg a Dragont, hogy mekkora nagyrelő gyíkról beszélünk, hát ekkoráról beszélünk. Itten van, erre majd valószínűleg lesz még itt egy kis cserebedek és fájt, hogy kinek kell, és kinek nagyobb az e-pénisze, és ugye az majd elnöntő, ki akar ezt magáénak tudni. De azok után lehet gondolkozni, hogy mi lesz. Mert ugye a Dragon nem jönnek, mint a Baron, de ettől függetlenül mindenki tart rá igényt. Mindenki igényt tart rá, bocsánat, na mindegy. Tehát ugye már Riven el is kezdte. Érkezik rá Janna, ugye Visionünk jelen pillanatban erre nincsen. Rivennek ugye Smite-ja nincsen, Renekton fog megérkezni a közeljövőben. Amíg Loxigár nincs itt, addigra nem sok esélyünk van. Getro most úszik be, és le kellett ulti az Rivennek, már a Rivennek jelen pillanatban nincsen flash-e. És nem fog tudni kiugrani. Így, de pont elég volt a Q, viszont Loxigár ezt jól ismerte föl, és már jött kapásra hátulról. Rivennek még mindig kimegy a Loxigár ulti, az a Riven akkor is elmegy, engem nem érdekel, de nem. Loxigar azt mondta, van nekem egy ultim, van még 200 HP-ja, mindegy, legyen meg, aztán legyen 5v4. És 40 másodpercig nincs Riven a pályán. Loxigar szépen megy el közben. Elise kükönye elől, és ennek köszönhetően nem áll bele semmiben. Gettur, akinek még ultia is van. Dugónak is van ultia. Löbannak, ugye Robustokának szintén van ultia, hát ez evidens, elég hamar lejön az ultiáról a cooldown, hogyha már van is, van valamennyi. Egy kicsikét ez a cserebere nem annyira nekünk kedvezett, de teljesen lényegtelen. Janna-nak van majdnem, hogy kevesebb, mint egy harmad HP-je. Most már az X-u, de megint Geller mit csinál? Hát Geller mindent kikerül, Geller minden egyes útit kikerül, mint hogyha öcsém valami gamepadra játszana, ilyen kormányal a kezében. Hopp, azt is kikerül, azt is kikerül, mert én vagyok az új Schumacher. Hát már a negyedik útit látom, hogy kikerül a Geller. Hát ez nem normális. Mindenki másban jó, hát ő a Dodge-ban valami eszméletlen király, igaz biztos. Hát amit ma látunk tőle, az eszméletlen. Loxigár megy közben haza, Robus magáinak tette ismét a kéket, már összebarátkoztak, teljesen patent. 5 torony van nálunk, 4 torony az eneminél. Előny az nálunk van, viszont még semmi nincs előny. Hiába 10-27, azért rá lehet nézni, mondjuk, csak nézzük rá az X farmjára. Azért akarod farm, van ott farm. Ugye maga a Baron sem volt olcsó mulatság. Getro, aki bulizik jelenleg Rivenne, van neki ultia is. Tehát még azt mondom, még talán bele is vett a fájba, de a hitelának köszönhetően előbb-utóbb mindenképp Riven tudott volna győzedelmeskedni szerintem Renekton fölött, de ez mondjuk már nem annyira fontos, mert nem látott meg a végét. Geller nem kap Gellert, így van. Ezt már ott már valamikor ma elsődöttem, hát na. Soz. Azt mondja, hogy Draven is szedje magának a saját kis frétjeit. Az a 10-20, most már majdnem 30 felé közel, de inkább csak 25 farmelőnyt, azt tartogatja Draven dugóval szemben, viszont hát dugónk az 9-0-ás, gyerekek, tehát az 9-0. Ez most két dologon lehet gondolkozni, hogy dugó egy vadállat, ami szintén persze van benne valami igazság, vagy hogy ennyire brutálisan rosszul fókuszálna, de nem mit így, hogy a Vayne még nem sikerült megölni. Két variáció van, de vagy mind a kettő játszik, hogy dugó vadállat is, meg hát nem lehet fókuszálni is, meg nem is akar rá fókuszálni, viszont az biztos, hogy épp lesz a Baron. És a Baron után óriási dolgok fognak történni, inhatolás és stb. Vagy akár meccsbefejezés, szóval az a Baron az most nem egy olcsó Baron lesz. Arra mindenki tart igényt. És nagyon jó a ping, és sajnos a norvégok is látják azt, és gondolják azt, hogy mi igenis az északi jungle-ben itt matyizunk. Így van. Itt sorban itt állunk öten. Jönnek itt a Janna tornádók, a Guardian Angel között készen van Rivenen. Robus az bejött. Sziasztok. Aztán elmegyek. Mizu van.
És jelen pillanatban 194 creep, hogy a 281-es szemben viszont 6-2-es damage, stat különbség van, stat különbség, 6-2-je van, LeBlanc, és 3-3-ban, 3-3, tele van 3-as az X, tehát jó, jó, minden jó, és 3000 szépen a farmnak köszönhetően, hogy azt, hogy végül spussolunk és elmegy ide-oda farmogatni maga a norvég csapat, jönnek picit vissza goldban, de teljesen minden, mert a baron 8-as csapat itt van, Draven lenyomta az ultiját, mert ő is tudja, hogy itt hamarosan baron lesz. Itt ő nem mehet le botra, mert az eldobja a meccsét. Pedig eldobhatá igazán. Na, az a robust bőrsz a sajnos nem ment ki az Elisre. Na, elkezdik ez a baron, az X-uti kimegy. Jó, jó a dimi sajnos ránk, az a baron megvan, lehet menni fightolni. Riverre megy ki, a bőrsz, Riverrel a Gadnage már leesed. Zyra-ra megy ki, Ziggs-re megy ki a Luxigának az ulti, az X-flash-sel ki. És hátul van még Draven műtetés között, és dugó legendás állat a pályán. Hát tízna van legendás állat a pályán, gyerekek. Elisztre most fordulok rá, dugó flash-sel be, Elisztre még nincs meg. Most lesz meg Elisztre, egy autót akott rá, egy autót, csak egyet dugó. Dob rá, menjen rá, legendás a dugó, még egy kill, hadd menjen. Nincs meg, kiúri, kifessel, nincs meg, Renekton, Vayne, Geller, mindenki, mehetünk. Zyra is halott, három ember, és teljesen megint leészedjük a norvégokat. Hát brutálisak vagyunk, gyerekek. És most van az, hogy eljöttük a barond, ott van megint az ész, és betolhatjuk az inhát. Van rá majdnem, hogy 20 másodpercünk, teljesen nyugodtan. Dugó él, dugó 11-0-ás, a dugót nem lehet megölni. Hát dugót nem lehet megölni, 5-2-t, szerzett két asszisztot, hát mindenki belelőtt valamit. Hát azt mondom, hogy van esélyünk befejezni, gyerekek, de ha ez befejezi, akkor a Wide megnyeri a 171 GoFollow-t festet, gyerekek, ilyenre még nem volt példa, most jön ki, de jön, mert even lehet X-megézek, minden legyen meg, és megvan, meggyertük, hát gyerekek, ilyen még nem volt baszki a történelemben, hát beszarak, behogyozok, már bocsánat, ha ez BO1 volt, akkor kész. A Wild temet. A Wild megjött és elvitt mindent a picsába, a 300 elútak, ez az RP-t, mindent. Hát teljes mértékben maximális tiszteletem és GGVP. Nincs mese, gyerekek, ez szép volt. Ha ez B-o vagy, akkor még szerünk egy kis infót, persze, meg mindjárt elszövök egy tonna szál cigit, aztán jó van.